szemből nem néz senki, mindig csak felülről. A bankszámládon kuparogsz, és ott is egyedül. A senkinek sem kérdés, hogy 10 millió ember együtt, hogy van egyedül. Hello és üdv 2016 első Slejm adásában. Lassan már mindannyian kiheverhettük az új év első fáradalmait, megrázkódtatásait. Lassan úgy, ahogy megszakadtuk ezt a mocsok hideget, de mivel még mindig eléggé az elején járunk az évnek, ezért azt gondoltam, hogy most valami egyszerű, az agyat kellemesen zsibbasztó, nem fárasztó, sőt, ellenben habkönnyű, szórakoztató témával fogom indítani az évet. Egyáltalán mi a helyes, ha rendszerváltásról, vagy ha rendszerváltoztatásról beszélünk, mert hogy nem mindegy. Valóban nem mindegy, és igaz, hogy van a műsoron belül ez a vonal is, azonban én most valami igazán szórakoztató, frappáns témával szeretnék indulni. 16 évvel a rendszerváltás után Népszabadság címen újság jelenik meg Magyarországon. Nem akartam, én az Isten, nem akartam ezt így kezdeni, ezt az évet is. Tudom, mire gondolsz, tényleg ennyire nem történt semmi az új év első hetében. Izgalmokat ígértem a tavalyi év utolsó adásában, és 3 hét alatt ennyit tudtam kiizadni magamból. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. Rendben, itt egy alkú. Először közösen átrágjuk magunkat a rendszerváltás történetén, majd ha ez megtörtént, kapsz egy agyhártya szaggatóan döbbenetes videót, amit közösen nézzük meg lezárásként. Nem akarom, és meg, oh. Szóval, karácsonykor arról beszéltem, ha lemaradtál volna a videóról, akkor kapd ide, hogy a 80-as évek végére az egyenlőtlenségeket növelő neoliberális gazdaságpolitika teljes külön elfogadottá vált a nagyvilágban. Ennek hatása a vasfüggönyön inneni területre, vagyis a mi térfelünkre is begyűrűzött. Nyomott agyammal azt nem értem, amikor a rohadt imperialistán neokon imperialistáknak jól ment. Na az miért nem gyűrűzött be? Hazánkban is megjelentek azok a nyugaton alkalmazni kezdett válságkezelő megoldások, mint például a jóléti kiadások csökkentése, vagy az állami szolgáltatások privatizálása. A 80-as évektől kezdődően egyre erősebb befolyásra tettek szert az ezt a neoliberális politikát képviselő úgynevezett reform közgazdászok, mint például Surányi György, vagy éppen Bokros Lajos. Nem adok senkinek semmire pénzt. És ekkor jött a rendszerváltás. A rendszerváltozás, rendszerváltoztatás, hát igazából még a nevében sem tudunk megegyezni. Van, aki szerint. Békésen zajlott itt, hogy sokkal simább volt az átmenet, mint máshol. Mások szerint viszont. A rendszer, vagy inkább csak genszterváltás lezajlott. Kimentek a tankok, bejöttek a bankok. Szóval nagyobb a megosztottság, mint azzal kapcsolatban, hogy... Ez a film, ha nem nyer Oscart, az világbotrány lesz. Jobb lenne, hogyha a dicső időszakokat filmesítenénk meg. Szóval, hogyha egy ennyire egyértelmű sikertörténet megítélése kapcsán is ilyen szélsőséges vélemények ütköznek össze, akkor mit is várunk a demokráciánk megszületésétől? Ráadásul a rendszerváltással kapcsolatban alapvetésé vált az a reakció, hogy igazából nem változott vele semmi, és hogy ez az ország pont olyan elviselhetetlen és élhetetlen, mint 30 évvel ezelőtt volt. Mondjuk, ha csak ránézünk egy pillanatra a saskabarékra, hát ezt elég érzenne cáfolni. Most figyelj! 40 évet foglalok össze egy dalba, ezt a kormány ellenzék senki nem tudja, figyelj, mert egy pár se senki! Botrány ország lett a mi országunk. Lejsebbel zsebre facsit játszunk, de tiltakozni soha sem mertünk. Jól megkaptuk, mit megérdemeltünk. Nincs ott a lábod! Nyugodtan, Zsolti! Jaj, ezek bántanak! Mindjárt ide is elérünk majd, de ehhez először vissza kell ugranunk az időben, mert ahogy minden, úgy ez a sztori is a rendszerváltással kezdődött. Vegyük át, hogy milyen gazdasági folyamatok zajlottak le a rendszerváltásnál. A legfontosabb és az elsődleges az, hogy a Szovjetunió összeomlott. Lenin elvtárs tehát a földre került, így a két nagyikon közül már csak az egyik maradt talpon, így az egyetlen élő politikai-gazdasági modell a szabadpiaci liberális demokrácia lett. Lehet, hogy édes mindennek tűnik, hogy a Coca-Cola vagy pedig a Pepsi rohasztja szét a fogsorunkat, miután literszámra töltöttük magunkba éveken keresztül, de azért az alternatíváknak van értelme.
hogy csak egy közeli példát mondjak, enélkül soha nem csodálhattuk volna meg a kék kólát. A Szovjetunió megszűnése egyszerre volt felszabadító és bénító élmény, ugyanis a Vörös Hadsereg nem kizárólag a csapatait vitte ki az országból és a régióból, hanem az úgynevezett KGST-t is, ami a vasfüggönyön inneni országok közös piaca volt, így Magyarország is elsősorban ide exportált, így hirtelen nem volt piaca a terményeinknek és a termékeinknek. Ezt kell termelni, akkor ezt termeljük, tudod? Szakosítást eldöntötték, akkor termelem, hát csak nem tudom eladni, gondoljál bele, mert ugye... Mindezeken felül az ország a végletekig el volt adósodva, amit valamiből muszáj volt visszafizetni, és hogy a baj ne járjon egyedül. A Bambi, vagy a Videoton házimhoz is szett, és a csodálatos kempingbringa fölött sajnos eljárt az idő. Így ahhoz, hogy Magyarország versenyképes, eladható termékeket tudjon előállítani, nyugati technológiára volt szüksége. Az egész nyugdát nem hozhatod haza néhány kis munka miatt. Azt nem, de ha lenne 10 000 forintom, holnap megvehetném a géphez ezt az új eredeti Microsoft Windows 95 programot. És akkor dolgozhatnék itthon is a benti munkáimon. Sőt, egy csomó más csodát is művelhetnék. Összefoglalva, kikerülhetetlen volt, hogy a globális termelési rendszer részévé váljunk, csak hogy ez nem volt se tőkénk, se megfelelő technológiánk, így totálisan egyenlőtlen körülmények között kellett a rajtkőhöz állnunk. A magyar gazdaság és politikai elit a kialakult helyzetre két típusú válaszsal rendelkezett. Ezek egyike volt a szabadpiaci út, tehát hogy minél gyorsabban és minél teljesebben nyissuk meg a magyar piacot a külföldi tőke előtt, hogy az minél hamarabb beindíthassa a gazdaság fejlődését. Szabad a kocsi? Tessék parancsolni! Jöjjön Mercedes-szel, az elegánsabb. Jó, elnézést, azon megyek. Ezt hogy gondolja, kolléga úr? Én nem gondolok semmit. Ez a piacgazdálkodás. Ha megunta az öreg orosz, csak szóljon, lerendezzük. A régi orosz pedig már mindenki nagyon unta, így az új politika lényege abban állt, hogy ne riasszuk el a külföldi befektetőket. A lényeg tehát, hogy megfelelő környezetet kell teremteni. Ehhez az alapvető eszközök piacliberalizáció és dereguláció. Vagyis a tőke elől minden akadályt le kell bontani, minden feleslegesnek gondolt szabályozást el kell törölni. Költségvetési fegyelem, a jóléti kiadások megvágása, vagyis mindaz, amit azóta is folyamatosan hallunk, lásd még konvergencia program, ahogy éppen megszorítási csomagok. The package, you know, the package. És persze, privatizáció. A magyar gazdaságnak a tulajdonváltásra feltétlenül és elkerülhetetlenül szüksége van. Amely nélkül úgy érezzük, hogy a valóságos képviseleti demokrácia sem működhet tökéletesen, és ezt igényli a világgazdaságba történő tényleges beilleszkedésünk, a világhoz, Európához való felzárkózásunk. Na most mindezzel szemben állt a protekcionista út, amely szkeptikus volt a külföldi tőkével szemben, és alapvetően a magyar tőkések megerősítésében látta a magyar gazdaság fejlődésének kulcsát. A világon mindenütt van annyi protekcionizmus, hogy a hazai befektetőt támogatják és előnyben részesítik. Ez az elgondolás az erős piaci szabályozásban hitt, mert hogy így lehet kialakítani a hazai befektetőknek megfelelő gazdaság és törvényi környezetet. Például magasabb vámokkal, amellyel a külföldi versenytársaikkal szemben tehetnek szert előnyre a hazai piacon. Így elméletben egy olyan gazdasági környezetet lehet létrehozni, amely segítheti a megszületését a sokat emlegetett nemzeti tőkés osztálynak, amelynek vezető rétege az a nemzeti vállalkozói kör, amelynek tehetséges, elhivatott és keményen dolgozó tagjai viszik majd előre az országot. Én nem érzem magam oligarchának, én egyszerűen egy dolgozó embernek érzem magam. A sikerért tenni kell, sőt még a szerencsére is tenni kell, az se jön magától, de több egyéb tényező kell hozzá. Aki nem ezt mondja, az nem mond igazat. Mi ez az egyéb tényező? A miniszterelnök személye, a hozzáfűzött barátsága? Például az is, de egyéb más. Tehetség, szerencse, több egyéb tényező és a miniszterelnök barátsága, kész is van, a magyar nemzeti tőkés. De még nem tartunk itt. A rendszerváltáskor ugyanis még a szabadpiac utat választotta az ország. Ebbe az irányba hatottak a gazdasági kényszerek, az eladósodottság, a tőkehiány, a politikai paradigmaváltás is, vagyis a neoliberalizálódás, a reformközgazdászok megjelenése, és hát a közmeggyőződés is, a nyugatos orientáció, a megyünk Európába hangulat. Szóval mindez egybevéve ebbe az irányba terelte az országot. Nem vagyok tőkés, tehát nem belülről mondom ezt, de az emberiségnek
az a része, amely piacgazdasági alapokon állt, az jobban haladt előre. Emögé állt be a liberális szabadságokat középpontba helyező demokratikus ellenzék, és végül emögé állt be a konzervatív MDF kormány is. Elégedetlenség egy országban, ebben az átalakulásban nem csak hogy lehet, hanem természetes is, hogy van. Antal József mindenek előtt kijelentette. Elhatározott cél, hogy fenntartsák az ország fizetőképességét, betartsák a meglévő nemzetközi megállapodásokat és az adósságtörlesztési kötelezettséget. Ugyancsak eltökélt szándékuk, hogy a privatizációt és az ország gazdasági szerkezetének átalakítását következetesen végigvigyék. A protekcionista utat igazából senki nem vette komolyan, azonban egy szempontból nagyon is fontos volt, ugyanis a rendszerváltáskor nagyon sok vagyon cserélt gazdát, és nagyon nem volt mindegy, hogy kinek mi kerül a kezébe. Itt állunk egy országban, amelyiknek van egy kialakult társadalmi struktúrája, ezen belül megvannak az érdekek. Mindenki a saját érdekörét igyekezett kiszolgálni. Volt, aki ehhez protekcionista érveléssel a nemzeti nagytőkések építését segítette elő, más viszont szabadpiaci logikával érvelve, épp a külföldi tőke hazai vállalatainak a megjelenéséhez járult hozzá. A protekcionista szabadpiaci vita tehát alapvetően az elitek harca volt. A magyar munkavállaló számára ugyanis édes mindegy, hogy ki az a tőkés, aki a munkaidejével és a munka erejével megalázó fizetés mellett szabadon rendelkezhet. Hogy mindennek mi lett a következménye? Erről szól majd a második rész. És akkor a jutalom videó. Eredetileg akartam csinálni egy ilyen a szilveszteri kabaréból összevalagatott adást, de az igazság, hogy annyira erős lett az anyag, hogy nem kommentálhatatlan. Úgyhogy most csak a legerősebb részeket egyszerűen ide teszem elétek mindenfajta hozzáfűzött megjegyzés nélkül. Watch it! Bal oldal, jobb oldal, ilyen vitatkoznak. Én megmondom az igazat, hogy nekem a bal lábom épp olyan fontos, mint a jobb lábom. Az igazság a kettő között van. Boldog új évet kívánok, és ezt a dalt küldjük a Frisbee királyának, Hajdu Petinek! Most jön a Peti, hogy a zenészek neked húzzák, azt éneklik, hogy te vagy a király, Norong száj, Johnny a király. Megbámulnak a jó csajok, hey! Peti, ez a te kis világon, Norong száj, te vagy itt a király. Figyelj csak, Tibikém, én kezdek fáradni. Nem tudom, hogy utalással fizetnek, vagy hogy, mert akkor... Igazából már nálunk van. Már nálunk van a lé. Nálad? Nálunk van. Hagyjuk itt a izébe. Kis, kis grofó, szobafestő, mázoló. Jöhet egy búcsú produkció? Természetesen, Tibi bátya.